Futók érkeznek a 48-as emlékműhöz. A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége és a Magyar Honvédség kaszárnyafutással emlékezett meg országszerte az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúiról. Egy emlékfutásra került sor, amely több települést érintett, így Mosonmagyaróvárt is, és a város önkormányzat, illetve a városlakók csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. 170 éves a Magyar Honvédség, és hát az aladi vértanúk napján pedig minden évben megemlékezünk. Az alpolgármester beszédében utalt arra, hogy október 6-a, amely a Magyar Honvédelem napja is, kiemelkedő jelentőségű a honvédség és az egész magyar társadalom életében. A Haller iskola diákja Kerecsenyi János versét szavalta el. Sötétség lett úrrá e szent hazán, mert világosnál kialudott a fény. Egy jajszó sikoltott a honfi szájon, az aradi 13. Az ünnepségen az alpolgármester felfűzte a város emlékszalagját, és a résztvevők megkoszorúzták az emlékművet. Sajnos nagyon sokszor csak a 13-at szoktuk felsorolni, jól járt ezen kívül, nagyon sokan voltak, akik hasonlóan jártak. Még egy Magyaróvár-Győri kötődésű Szotvid Nándor is megérte ezt, akit az aradi várban ugyancsak halálra ítéltek, de kegyelmet kapott, megszabadult, és a végén, hát a Tűr István légiótól kezdve sok mindent bejárt, és Győrben halt meg. A Dunakilitiről indult mezőny egy rövid pihenő után a mosoni piacig futott tovább.